Sziasztok! Ez itt újra az Anthropos Art and Design Market. Újra a Morizons 2-ből, és újra a beszélgetés. Most a vendégem nem egy divattervező, és nem is egy lakberendező, hanem egy környezetvédelmi mérnök, aki egy zöld alapítványtól jött. A Jön alapítványtól. Szebenyi Péter, ki ez a szó? Ezzel is köszönöm a meghívást, mindenkit köszöntök. Ugye a bemutatásom alapján már ugye lehetne, hogy a Jön alapítványtól vagyok. Ez a Jövő Öko Nemzéke alapítvány. Ez egy környezetvédelmi alapítvány, ami rendszeres kampányokkal, eseményekkel hívja föl azon embereknek a figyelmét, aki igenis tenni szeretnének a környezetvédelemért, vagy a környezetért, úgymond a jövőnk megmentéséért. Mikor alakultatok? Adódik a kérdés, hogy ez hogyan jött létre nálad, nálatok, hogy most akkor egy alapítványt létrehoztad a környezetvédelem miatt? Hát az egész sztori még 2016 évelején indult a hulladékvadász.hu-val, ami abból indikálódott, hogy az emberek Facebook csoportokban megosztották azt, hogy itt a szemét, ott a szemét, de nem tudtak vele mit kezdeni. Én akkor gondoltam egy nagyot, és akkor létrehoztam egy olyan oldalt, amit hulladékvadász.hu-nak neveztem el. Ennek az a játékos neve is, hogy, amiben benne fejlődik az, hogy hulladékvadász a legapróbb önkéntes, tehát mindenkinek kell lennie 5 percre annak, hogy tegyen a környezetéért, előveszi a telefonját, lefotózza az illegális lerakást, elküldi hozzánk, illetve az oldalhoz, ezt feldolgozza, illetve ezáltal a nyilvánosságra hozva nagyobb figyelmet kap a probléma, amit utána elküldünk az illetékes önkormányzathoz, várva azt, hogy a probléma megoldódjon, és az utóbbi 3,5 évben több mint 4500 bejelentés érkezett így országosan, amiből több mint a fele meg is oldódott, így a bejelentések hatására, mert így gyorsabban kapta meg az illetékes önkormányzat a problémáról való információt. És a maga az alapítvány azért is jött létre, hogy ezt a hulladékvadász.hu-t első körben életképessé tegyük, és adott az alapítvány többszörösen díjnyertes alapítványjá vált, ami lehetőséget ad az embereknek arra, hogy tegyenek a környezetünkért. Hát én mindig is azóta az álmom vagy vágyam, hogy egy olyan szervezethez tartozzak, akik rendszeres eseményekkel adnak lehetőséget az embereknek, és azt tapasztaltam abban az időszakban, hogy kevés szervezet szervez rendszeresen eseményeket. Nekünk majdnem minden héten szokott lenni. Igaz, most az október kimaradt, de szeptemberben minden hétvégén volt kisebb-nagyobb eseményünk. Összességében szeptemberben közel 300 ember tudtunk megmozgatni. Volt egy eseményünk például, ahol csak 120-an voltak. Ez a Városliget volt a személyzetési akció, de emellett rengeteg más eseményünk is van, illetve edukációs kampányunk. Ilyen sok a személy? Lehet azt mondani, hogy a világ tele van szeméttel, és hogy nektek nagy szükség van a munkátokra? Alapvetően ez egy közfeladat, amit az aktuális vezető szervezeteknek kéne ellátnia, de alapvetően ők se tudják, mert annyi helyen alakulnak ilyen lerakatok, ami legtöbb esetben abból fakad, hogy az emberek nincsenek tisztában azzal, hogy mit is kezdenek a általuk megtermelt hulladékkal. Nem tudják, hogy hol lehet vinni őket? Vagy tudják, de azért fizetni kell, és már nem akarnak fizetni, és emiatt ezzel spórolnak, hogy a határba kiviszik platós kocsival mondjuk a fürdőszoba felújításába származó építési hulladékukat. Akkor nagy a gond, ez elmondható? Van gond, bőven. Tehát akkor a hulladékvadász.hu-ra még nagyon sokáig szükség lesz. Viszont ti ezen felül mit ajánlottok az embereknek, hogy a bejelentésen túl mit tehetnek még azért, hogy kevesebb hulladék keletkezzen, illetve hogy a megfelelő helyre vigyék a megfelelő hulladékot? A hulladékvadász.hu-nak az egyik része, ahogy említettem, a bejelentések, a másik része személyzetformán rovatokat jelentenek, ahol olyan rovatok vannak, például mint a háztartásunk hulladék nélkül, tehát hogy hogyan vezessük a háztartásunkat ahhoz, hogy minél kevesebb hulladékot termeljünk. Ez azért is fontos, mert maga a hulladék az nem lenne probléma, hogyha megfelelő helyre kerülne a létrejötte után, de alapvetően a hulladék problémát meg lehet előzni azzal, hogy nem termeljük meg azt, úgy vásárolunk, hogy az a termény ne legyen nagyon csomagolva, minél kevesebb hulladékot termeljünk emellett, ezért is hoztuk például létre az évszakos kampányainkat, amiből az egyik ilyen kampánynak egyik eleme, a tavaszi kampánynak egyik eleme a csomagolásmentes május, de
ez a zseniális 30 nap, amit az emberek úgymond felkapják a fejüket, hogy 30 napig ki tudom bírni azt, hogy minél kevesebb hulladékot termeljek vásárlásaim során. És ez hatásos volt? Bocs. Igen, hatásos volt. Idén már másodjára rendeztük meg. Tavaly is felfigyelt rá a média, akkor egy napot kijelöltünk arra, hogy egy csomagolásmentes flashmobot rendezzünk, ami akkor itt a Lehel piacon volt, nem messze innen, illetve Debrecenben is volt egy másik esemény, ugyanebben az időpontban. Ez az esemény arról szólt, hogy az emberek ott megjelentek a piacokon, vagy a vásárcsarnokokban, zöld pólóban és egy vászontáskával, és ezzel bemutatták azt, hogy hogyan is lehet csomagolás mentesen, hulladék nélkül vásárolni. Idén is megrendeztük ezt a flashmob esemény részét ennek az egész napos kihívásnak, ahol ami most idén közel 20 helyszínen került megrendezésre, a vidéki nagyvárosokban, illetve kisebb településeken is, így erre a média szintén felfigyelt, és megint ismét szerepeltünk így a tévékben, médiákban, nagyon sok ember el is jöttek az eseményekre. Ezek jó példák, jó lehetőségek arra, hogy igenis meg lehet teremteni annak a lehetőségét, hogy minél kevesebb hulladékot termeljenek. Szerinted egy fecske vagy egy szervezet csinál nyarat Magyarországon a szemét témában? Igen, csinálhat, hogyha olyan eszközöket talál ki, amire az emberek fölfigyelnek, vagy olyan témákat feszegetnek, olyan témákat foglalkoznak, amivel korábban más nem nagyon foglalkozott, ezért meg kell vizsgálni úgymond a piacot, nevezzük is ilyen üzletiesen, hogy ki mivel foglalkozott eddig, vagy milyen témához nem jutottak hozzá. Ilyen volt ebben az évben a téli évszakos kampányunkban, aminek amúgy az a neve, hogy füst kötőjelből, avagy az illegális hulladék égetése rossz. A lakossági szinten felhívjuk ebbe a kampányba arra a figyelmet, hogy a hulladék égetése mennyire káros lehet az egészségre, akár családtagoknak, akár saját magunknak, illetve a szomszédnak is, de ennek egy elemennek a kampánynak a cigicsik mentes februári kihívásunk volt. És a cigicsik maga, az sokszor volt így a médiában így, hogy jaj, eldobják az emberre, stb. De úgy nem nagyon volt erre kitalálva egy összefüggő kampány. És ez a kampány tavaly, és bocsánat, idén január közepén hirdettük meg, nagy sikere volt, kb. 3 hétig csak interjúkra, előadásokra jártunk, hogy ezt a cigicsikes témát úgymond előadjuk, elmondjuk, mert mi mondtuk egy gondolat még, hogy egy eldobott cigicsikbe több mint 4000 féle toxikus kémia anyag található, illetve egy dobott cigicsikkel akár 1000 liter vizet is be lehet szennyezni. Kevesebb lett a cigicsik? Sok olyan visszajelzést kaptunk, hogy akik ezt a plakátkampányt, vagy volt egy plakátkampány is benne, mert megkeressük az illetékes, mint érintett feleket, ilyen volt a PKK ZRT is, aki támogatta ezt a kampányt 51 citilány plakáttal itt Budapesten, és például aki látta ezt a plakátot, amit ki voltak rakva, akár egy 4-es-6-os vonalán, de akár a Nagykörúton is, mindenki azt mondta, a többség azt mondta, hogy jaj, szólt a párjának, és akkor megmondta neki, hogy milyen csúnya ember vagy, hogy eldobod a cigicsikket, és ezek után elméletileg nem dobta el, vagy egy alternatívát is javasoltunk, ez volt a zsebhamu tartó, ami egy kis dobozka, amit akár egy ilyen megöresedett krémes dobozból is ki lehet alakítani, és ha valaki elszív egy cigit, nem eldobja, hanem berakja a zsebébe, és eltotyog a legközelebbi kukához, ahol azt ki tudja üríteni, ezáltal nem eldobva a cigicsikjét. Hát akkor talán divat tervezőknek egy újabb feladat, hogy mindenki számára egy ilyen tartót létrehozzanak. Viszont az első mondatban így felidézted, hogy vannak illetékeseknek, akiknek szüksége lehet mondjuk némi támogatásra a szemétügyben. És ehhez képest azért mondjuk a politikában, a nagy politikában szinte csak, nem tudom, olyan egy-két éve mindennapos környezetvédelem problémája. A klímakonferenciák, klímaegyezmények, találkozók. Szerinted ez mennyire hat segítőnek ez a fajta fókuszba kerülés számotokra, vagy éppen akadályozza benneteket valamiben, hogy így a nagy politika részevé vált a környezetvédelem? Hát a környezetvédelem az nem szabad, hogy politikai ügy legyen, nem szabad, hogy egyes pártok ezt kisajátítsák, és csak ő hozzájuk kössék, hogy amúgy a zöld ügy az ilyen színű vagy olyan színű, a zöld ügy, tehát a környezetvédelmi ügye, az mindenkire tartozik, mindenkit érint. Annak amúgy kimondottan örülök, hogy egyre többen foglalkoznak vele, annak viszont annak nem, hogy valaki, egyes, akár médiumok is, akár pártok is, nem csak Magyarországon, hanem a világ többi részén is, úgymond elbagatelizálják az ügyet, a témát, vagy túlzásba esnek, és ilyenkor már csak pánikot keltenek,
A pánik nem old meg semmit, a pánik csak elodázza a megoldást, ezért a pánik helyett megoldásokat kell kínálni az embereknek, felhívni a figyelmüket, hogy mi a rossz, és mi, amit el kell kerülni, és alapvetően a legegyszerűbb az lenne, hogyha az olyan termékeket kivonnánk a forgalomból, ami a leginkább szennyezőek, akár itt mondhatnánk a műanyag szívószálat is, amit éveken keresztül több ilyen kampány volt, de nem ez nevezném a legszennyezőbb dolognak amúgy egyetemű, de ugye ez a szívószál, amit itt látunk, ez már nem lesz elvileg megtalálható 21 júniusától, mert betiltják az Európai Unióban. Ilyen lesz még a műanyag evőeszközök is, viszont a műanyag zacskó nem. Azért, mert a műanyag zacskót nem lehet könnyen helyettesíteni. Ez van a jogállás szerint az európai jogalkotók által megírt szövegben. Viszont most Budapesten klímahisztéria, illetve klímavészhelyzet van kihirdetve. Ez szerinted egy jó lépés volt az új városvezetéstől? Mindenképpen figyelemfelkeltő. Én amúgy izgatottan várom a következő lépéseket, miket fognak meglépni. Amúgy most olvastam, most, amikor leültem ide, küldött valaki nekem egy cikket, amivel azt írják, hogy ebben 220 fát fognak kivágni a normafán, miközben az ország fele fát ültet elméletileg. Tehát ez egy korábbi beruházásnak az eredménye, például akár ezt is meg lehetne akennyivel akadályozni, mert ez a klímavészhelyzetet erre is úgymond rá lehetne jó értelemben húzni, hogy akkor ne vágjanak ki több fát Budapesten, akármilyen beruházásról van szó. Igen, ez így mindenképpen jó lenne, hogyha a normafánál megmaradna az a 220 fa. Ami viszont így sokkal kézenfekvőbb itt köreinkben, ez a divat és a hulladék, illetve a zöld kérdése. Szerinted miben tud segíteni egy zöld alapítvány a divattervezőknek, illetve azoknak az embereknek, akik ezeket a tárgyakat elkészítik, hogy miként legyenek ez még zöldebbek, ha még nem elég zöldek? Alapvetően ugye haladni lehet olyanokról, hogy fenntartható divat, vagy olyanokról is, hogy ne vegyél minden hónapban új ruhát. Volt most nem is régen egy ilyen kihívás, hogy egy hónapig ne vegyél magadnak új ruhát, és ezért csökkenj úgymond az ökolányomodat, illetve olyan termékeket keressél, ami alapvetően az előállításnál sem olyan károsak a környezetre, ilyen például az Ökotex címkével ellátott termékek. Nekünk maga két évvel ezelőtt csináltatunk első körben az alapítvány, itt akkor még a hulladékvadász.hu-nak olyan pólókat, ami ugye rajta volt a hulladékvadász logója, de az a logó is olyan volt, itt a póló elkészítetése is olyan volt, hogy Ökotex alapanyagú pólóra lett ez nyomtatva. Ezért is próbáltuk arra felhívni a figyelmet, hogy léteznek már alternatívák, és egyre több alternatíva van, kicsit körbe kell nézni, és egyre több gyártó is kezd ilyen anyagokkal dolgozni, illetve térnek át erre. Szerinted egyébként ezzel trendivé lehet, még trendivé lehet tenni a környezetvédelmet? Illetve hát, hogyha azt nézem, hogy a médiából mi van, mi folyik hozzánk, akkor valószínűleg nem hiszem azt, hogy nem foglalkozunk a környezetvédelemmel, de ahogy te is mondtad, még sok a szemét. Tehát munka van. Hogyan lehetne jobb hatásfokot elérni, hogy minél kevesebbet szemeteljünk, minél zöldebben éljünk? Ilyen hónapos akciókkal, mint a műanyagmentes július, vagy pedig sokkal mélyebb és sokkal hosszabb tartó folyamatokkal? Alapvetően fontos az, hogy az ilyen kampányok elgondoltak legyenek, mert túlzásba is lehet esni, hogy minden hónapban van egy ilyen kampány, az idő után az emberek nem veszik már azt annyira komolyan, és a média se fog vele minden alkalommal foglalkozni, tényleg hiánypótóaknak kell lenni az ilyen kampányoknak, jó felépítetteknek is, és mindenki szereplőt kell, akár állami szereplőt, akár cégok, flow-profit oldalról is, egyre több szereplőt kell bevonni ebben, már persze van rá hajlandóság, ha van, akkor nagyobb a lehetőség a sikerre, de alapvetően maga a figyelemfelkeltés a legfontosabb, hogy minél több helyre jusson el az üzenet, a jó üzenet vele, és ezáltal minél több meg gondolkodjon el rajta, illetve annak egy része úgy is le fog morzsolódni, de a maradék, aki tényleg elgondolkodott, talán lép is az ügyben, és ezáltal tényleg átgondoltabban éli a mindennapjait. Visszatérve a divatra, illetve a fogyasztásra, hogy egy pár éve begyűrőzött Magyarországra a zero waste fogalma, és sokan, akkor én most lecsérek mindent, és akkor minden termék, vagy ilyen minden eszköz, amit használnak, a zero waste-es legyen, mert az annyira jó. Jó, igen, csak azzal, hogy lecserélünk mindent esetleg, akkor azzal is úgy hulladékot termelünk, olyan dolgokat is kidobunk, ami még jó lenne, amit úgy tudnánk használni éveken keresztül,
de jött egy divat irányzat, és akkor nekem muszáj fölvárnom a barátnőim előtt Instagramon, és akkor akkor most egy olyan posztot nyomok, hogy én zero waste-es beauty blogger lettem, ami jó egyfajta egy képen, de ez is, ha azt a részt is nézzük, hogy nagyon sok webshop is jött létre ilyen zero waste-es termékekkel, ami jó, hogy van, de viszont sokan nagy üzletet csinálnak ebből, és egy egyszerű kulacsot adnak 4-5 ezer forintért, amikor én bemegyek a gazdagboltba, ami itt van a táskán, nem tudom mutatni, 500 forintért veszek egy fél literes üveg kulacsot, és el vagyok vele, Marci hevesen. És ha már címkék, van az a 100% vegán címke. Ehhez neked, vagy erről neked mi a véleményed? Hogy ez szerinted segíti a zöld tudat elterjedését, megjelenését, még jobban való tudatformáló erejét, vagy pedig inkább csak egy marketing tevékenység? Hát az a címke tényleg be van vizsgáltatva, olyan fajta tanúsítmány, nem csak egy címke, ami tényleg hitelesen van az ugye úgy tálalva, és úgy van az egész megalkotva, akkor mindenképpen előny és jó irány. Maga az interneten azt vettem észre, hogy van ez a húsevő, illetve vegán párharc. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy ne egyél húst, vagy véd az állatokat, és ilyen poszt kiosztódik mondjuk egy állatos csoportba, egyből kitiltják a posztot, egyből leveszik a kommentátor részt, vagy egyszerűen törlik az egészet. Mert nagyon megosztó ez a dolog, hogy most az a baj, hogy ez is egy kicsit rossz irányba elmegy, egy too much világba, hogy jaj, ne egyél húst, mert akkor meghalnak az állatok, és sokan ebben már úgy bedurran az agyuk, aki eszi még a húst. Én alapvetően azért kezdtem el minimalizálni a húsfogyasztásomat, előfordul eszek húst, de amiatt, mert a legtöbb ilyen állati eredetű húst többféle anyaggal kezelik. És inkább elkerülöm ezeket az anyagoknak a bevitelét a szervezetembe, és emiatt nem eszek annyi húst. Amúgy például most nézték, most voltam laboron, tehát egy vérképemet megnézettem, hogy vagyok-e egészséges vagy nem, és például a koleszterin szintem abszolút lejjebb ment, korábban 5% fölött volt, most meg 2,5, de tényleg kevesebb húst eszek, de azt is nézem, honnan veszem, hogy miért, és általában tényleg nem sok. De nem azt mondom, hogy nagy vegán lenni, hogy nem vagyok, mint húst eszek, de alapvetően ez is maga az állati, állatok termeléséből származó húsnak is van egy hatalmas ökolábnyoma. Ugye legutóbb talán a legtöbb ember azzal szembesült, hogy Amazoniában ugye ég az őserdő, és az miért is ég. Mert ugye a farmerek ugye felgyújtották az erdőt, hogy minél több legelő terület lehessen, és ezáltal minél több marhát tudjanak termeszteni, tenyészteni. Mert például Brazíliában éves szinten 2 millió emberrel van több. És Brazília nagy húsfogyasztó, nagy szarvas, marha húsfogyasztó, és kell a terület, hogy az embereket ellássák étellel. Érdekes, hogy ezt mondod, a napokban megjelent a BBC-n egy kiáltvány. 11 ezer tudós a világ 150 országából írta alá, miszerint először is jobban át kéne állnunk a növényi táplálék fogyasztására, fel kell hagyni a fosszilis energiahordozókkal, illetve hát a születés számát, a népesség növekedést stabilizálni kellene, hogy szerinted ezeknek a kiáltványoknak lesz hatása a közeljövőben, vagy pedig szintén egy ugyanolyan hosszabb folyamat, illetve ugyanolyan, mint a műanyagmentes július egy hónapig tartós utána? Ez minden országban lesz ennek hatása, ami már fejlett világhoz tartozik. A fejlődőhöz, mint Afrika, vagy Kína egyes részei, vagy Ázsia azon részei, ahol még nem azt mondom, hogy őskorban vannak, az túlzás, hogy ezt mondanám, de olyan világban élnek, ami nekünk már nem lenne elfogadott, Magyarországon sem. És ahhoz, hogy nekik eljusson az a fogalmi tény, hogy jaj, ne használj műanyag zacskót, ne használj műanyag szívószát, ez nem fognak foglalkozni, mint a napi szintű életért küzdenek, hogy meg tudják élni a holnapot, vagy a holnap után. Tehát azt mondod, hogy az életszínvonal növekedés hozza maga után a környezet, tud a zöld. Igen, igen. Így van, első körben szerintem mindenképpen így van, igen. Tehát ez csak pénz kérdése, hogy kellene egy megfelelő jövedelemnek ahhoz, hogy utána már kezdjünk-e gondolkodni, vagy pedig jövedelem nélkül is lehetne gondolkodni azon, hogy mit veszünk. Hallottam már azt a fajta megfogalmazást, hogy a környezetvédelem a gazdagok hobbija, vagy a tehetősebbek, akinek van pénze, és van pénze azzal foglalkozni, hogy mit veszik, meg mit nem veszik. Sokan azt mondják, hogy a zöld pártokra, politikai pártokra szinte csak a városok belvárosaiban szavaznak, tehát egy a gazdagabb rétegek, de hogy szerinted az alsóbb rétegek, alsóbb
osztályok, vagy akár mondjuk a kevésbé fejlett országokban, mennyire van létjogosultsága a zöld tudatformálásnak? Mi Magyarországon is vannak olyan légiók, ahol még hulladékkal égetnek, és ugye azért szokták ugye elrendelni a smogriadót, illetve most össze is volt több helyen is smogriadó, de ez igazából az, annak az okán, hogy égették az emberek az avart, amikor nagyon sok elműt tiltják, illetve vagy időszakos engedmények vannak. Azt kell tudni, hogy a vizesavar égetése során olyan kemikáliák kerülnek a levegőbe, mint a PM10-es mikrorészecskék, ezek beívódnak a tüdőbe, ki nem jönnek onnan, és évek után okoznak rákot, vagy akár különböző más anyagok is, szénmonoxid, stb., amit hirtelen belélegezve meg lehet szédülni, a vérállamba kerül, és emiatt ilyen ájulás is lehet, hogyha úgy belégzi az ember a füstöt, de a füst egy olyan dolog, ami nem terek határig tart, hanem azon is túl, és mérgezi az embereket a füstölés, ezért van nekünk az őszi kampányunk, a ne éges komposztály kampányunk, ahol az avarégetés problémáját, egészségi károsítását mutatjuk be, illetve a komposztálás mutatjuk be, hogy mennyire hasznos, mennyire könnyű folyamat, ezért is indítottuk el idén is a komposztáló szépségversenyünket, ami egy egyedi szépségverseny, ahol volt egy nevezési időszak szeptember 1-től október végéig, és azóta a lényege, hogy nevezzenek be az emberek, mutassák be ők, hogyan csinálják, és egy egyedi, hogy ilyen figyelemfelkeltő, mert mi az, hogy komposztáló szépségverseny? Most én vagyok a komposztáló, vagy a komposztáló, amiben komposztálom a zöld hulladékomat. És alapvetően nem a személynek kell bevenevezni erre a versenyre, hanem a komposztálójával, ő hogyan csinálja, és mutassa meg a többieknek, ezáltal példát mutat, és esetleg kedvetét csinál neki. Nagyon sok helyen lejött ez is a médiában, a tévételepészünk is volt ezek emiatt is, például most utóbbi két hétben, de az a lényeg az egészben, hogy ez is egy olyan dolog, amire fölkapja az ember a fejét, hogy ilyen is van, és akkor mi az a komposztálás egyáltalán? Hogy lehet szépen csinálni, vagy jól csinálni? És akkor elkezdenek vele foglalkozni, szépen begyűrőzik a háztartásokba, a lakásokba, a kertesházakba, mert a helyben való komposztálás lenne a megoldása annak, hogy a létrejövő zöld hulladék, legyen ez akár avar, vagy akár a kerti hulladékunk, ha kertészkedünk, vagy akár a fű, amit lenyírtunk fűnyíróval, azt ott kell helyben komposztálni, mert ha az is van, hogy zöld hulladékjáratok vannak a településeken, de ott mi van, mivel viszik el? Dízel üzemű teleraktókkal. Ezek a dízel üzemű teleraktók viszont ugye kipogógázt bocsátanak ki, olyan ugye dízelnél az a károsodás, hogy Nyugat-Európában betiltják a dízeleket, Magyarországon ugye nincsenek ezek betiltva, de a lényeg az egészben, hogy maga a dízzel az nagyon egészségtelen, de lelélegezzük, megköti a vérben lévő hemoglobint, és ezáltal a vér nem olyan hatásfokú és károsodik az emberi szervezet hosszú távon. Nem mehetek el mellette. Az előbb beszéltél a példamutatásról és a médiáról. A médiában általában mindig van egy arc, aki nagyon zöld. Most éppen Greta Thunberg a legzöldebb arc, úgymond. De hogy ez... Ő egy globális mozgalmat vezet. Szerinted a globális mozgalomnak a ilyen-olyan megjelenése jelenthet-e fajta segítséget az olyan lokális megoldások propagálásában, mint amit így az előbb említettél a komposztálással, illetve a avarégetés elleni harccal? Ez segít nektek, vagy éppen akadályoz, mert az emberek inkább a globális problémát helyezik előtérbe a lokálissal szemben, és lehetséges, hogy mondjuk nem vesz műanyagot, de ugyanúgy az avart égeti, és ezzel helyben ő azt mondja, hogy magának árt, de közben védi az óceánokra. Maga a fiatal lányról lenne szó. Apu mindenképpen előnyös az ő megjelenése, hogy nagyon sok embert elkezd, nem mozgat az ő által létrehozott, vagy az ő általa és csapata által létrehozott mozgalom. Marketing tevékenység. Marketing tevékenység. Igen, ilyen mindenképpen az. De sokan ugye kérkednek is vele, megkérdőjelezik, hogy mennyire zöld, hogy volt ez a hajóút, hogy kiment ugye Amerikába hajóval, de vissza már repülővel ment. Tehát ez is egy érdekesség, tehát ezzel nem néz valaki utána, oké, figyelemfelkeltő, mert jó is, viszont tényleg, ha valaki nagyon hiteles akar lenni egy adott témában, tényleg minden meg kell tennie azért, hogy az is maradjon, mert ebbe belekötnek az emberek, és akkor elkezdik fúrni az egészet, és akkor már nem arról fog szólni, amit a lány vagy a mögött lévő, ahogy mondtad, marketing csapat hozott létre, hanem arról, hogy jaj, ő csak beállítja magát, így is mégse olyan. De viszont nagyon sok ember péntekente kimegy tüntetni akár településére, vagy a fővárosába, és ez egy jó dolog a szempontból, hogy megmozga sok ember, kivitte őket az utcára. Viszont egy probléma van. Sokan itt Magyarországon is el is fölítek a figyelmemet, például az enyémet,
hogy oké, ott tüntettek a fiatalok, utána beültek az első gyors étterembe, és ott vittek a különböző ütítőket, meg úgy mintek a telefon, hazamentek, számítógépeztek, stb. És nem változott meg a világ, csak úgy ott el voltak a tömegben, ez tömegszívó is, de jó, ez buli volt, stb. És akkor a végén nem, érdemben nem tesztek többet hozzá, lehet, hogy még maga az eseménynek is volt egy ökolábnyoma, mert ma alatt is hallottam, hogy valahol ilyen 10.000 üzemű agrágátorokkal látják energiával az eseményt. Tehát ez is egy része, de nem ebbe kell belekötni, maga az eszménysége ez jó gondolat, de ezt is, ezzel is figyelni kell, hogy nehogy az ennyi, hogy politika legyen, és akkor megint nem a megoldás fog megszületni, hanem csak a egymás köpködése. Igen, a fiatalok. Ha már említetted őket, akkor nektek vannak bizonyos fajta csak fiataloknak célzott programok, amiket úgymond iskolákba visztek, táborokba, ha jól tudom. És ennek az egésznek az egyik alapja az a film, aminek a jogdíját ti megvettétek, és ami a fejletlenebb országoknak a szemét-helyzetén keresztül mutatja be, hogy tényleg mekkora a baj, hogy milyen sok műanyag van az óceánban. Ezt a kettőt ti hogyan kapcsoltátok össze? Ilyen oktatás, tudatformálás alapon? Hát egy különletű szervezetnek, mond az első számú fegyvere a figyelemfelkeltés, és ezt többféle eszközzel el lehet érni, akár egy filmvetítéssel is. Egy nemzetközileg elismert filmről van szó, egy dokumentumfilmről, ez a Plastic Ocean című film, amit mi megszereztük a vetítési jogait Magyarországon egy éven keresztül, illetve ennek a magyar szinkronját is elkészítettük, és ezt most egy országosan mutatjuk be. Első alkalommal a Budapesti Gazdasági Egyetemen volt a filmvetítés, a kutatók éjszakáján, utána most Pécsi Egyetemen volt, de több helyen is visszük el. A film bemutatja azt, hogy már hány éve szennyeződik folyamatosan az óceánok műanyag hulladéka és más hulladéka is. Az a probléma a műanyag, hogy az aprózódik, a nap hatására a sósvízben aprózódik, és mikroplasztikok lesznek, készülnek, amik úgymond megesz, minden élőlény megeszi. Tehát élelemnek gondolja, és emiatt ez idővel eljut hozzánk is. Tehát az legutóbb volt a WWF-nek egy olyan közleménye, hogy vagy éves szinten, vagy havi szinten, nem tudom már pontosan ezt az ellenőrzést emiatt, de egy plastik kártyányi mennyiségű műanyagot eszünk meg abban az időszakban, amit ők mondtak. És ez is sokkoló, és egy részben nem azért, mert annyira halat ennénk, mert magyarul nem jellemző annyira, hogy hallevő lenne, de viszont más táplálékból így belénk kerül. Sőt, már olyat is kimutattak, hogy a levegő porjában, amit bejelegeztünk, úgy került bele az emberbe. Sőt, rengeteg olyan teszt is volt, hogy az emberi ürülék büntötték ki, hogy ott a műanyag. Tehát amit valamikor korábban megevett. Ugye mondták azt korábban is például, hogy nem mikrózzuk a kaját olyan műanyag tálba, mert a műanyag megolva, beleolva, stb. A tejet nem mikrózzunk műanyag tálba, mégis sok ilyesmi volt régebben. Nagyon sokan leszoktak a műanyagról, vagy arról is, meg a maga mikróról is, mi is amúgy otthon. És nagyon hasznos, gyors a mikró, de viszont annak is megvan a kockázat, hogy abból valami baja lesz az embernek. És még a fiatalok visszatérve, most lesz amúgy egy rendezvényünk, egy budapesti gémelson, tavaly is megrendeztük ez az eseményt, ott viszont az a baj még a másik gond a fiatalokkal, hogy nehéz fölkelteni a figyelmüket arra, hogy a környezetvédelem és a környezetvédelmi témákban is, meg más témákra is figyelmüket, ezért próbálunk mindig újabb és újabb dolgot kitalálni. Ez tavaly nagy sikere volt ennek az eseményünknek, az a neve, hogy Rage Room, magyarul dühöngő szoba. Itt arról szól, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy az elektronikai hulladékok komoly gondot okoznak a természetben, ha kikerülnek, illetve a legtöbb ilyen, akár egy telefon, de akár egy tablet, 100%-ba, szinte 100%-ba újrahasznosítható és értékes máson nyersanyaga az ipar számára. És ezért rendeztük meg tavaly, és idén is megrendezzük ez a Rage Roomot, ahol megfelelő kérdések után, ha a szenetformal kérdéseket nem tudta válaszolni a fiatal lány vagy srác, akkor bemehet, beöltözze védőfelszerelésbe, és baseballütővel, pajszerrel szétverhet akár egy televíziókészüléket, vagy egy játékkonzolt, bármi ilyesmit. Tavaly két napban 860 kilónyi elektronikai hulladékot vertek szét a részevők, de nem a vandálkodás a lényeg, egy kicsit stresszlevezető is, még a másik része az, hogy ez megtörtént,
nagyon lelkesek amúgy a fiatalok, nagyon sokan voltak, tömött sorokban álltak nálunk ott az eseménynél, beülsenek ebbe a boxba, és utána még kaptak még egy oktatást, hogy a szétvert készüléket szét kell bontani, műanyagot, a műanyaggal, a fémet a fémmel, és így a szelektív földi gyűjtés kicsit erősítjük bennük, és idén is meg lesz rendezve az esemény. És mi lesz ezekkel a fiatalokkal? Csatlakoznak hozzátok? Mert ha jól tudom, van önkéntes programotok is. Igen. Éppen tegnap volt egy ilyen közösségi találkozó. Mi abban úgy gondolkodunk, hogy aki jelentkezik hozzánk önkéntesnek, az ne csak azt lássa, hogy itt folyamatosan melózni kéne, ki jár rendezvényekre vagy szemetet szedni, hanem egy közösséghez tartozzon, alakuljanak ki új barátságok, haverságok, stb. És érezze magát jól köztünk, és emiatt rendszeresen vannak ilyen évszakos kampányaink. Azt kell tudni, hogy mindig maga az alapítvány mind teljesen önkéntesen működik, tehát nincs nekünk bejelentett alkalmazottunk, stb. Ennek ellenére vagyunk ilyen aktívak, és alapvetően próbáljuk képezni is az önkénteseinket azzal kapcsolatban, hogy tényleg hogyan tudnak érdemben még hozzájárulni a munkánkhoz, mert az események szervezése, vagy a különböző adminisztrációs dolgok rengeteg időt, energiát vesznek igénybe, és erre keresünk főként embereket, önkénteseket, ott tényleg csatlakozni is, csatlakozáson túl még tennének is, érdemi munkában is. Azt tudni kell, hogy a médiában való ilyen trendek, vagy ilyen hype-ok, hogy úristen, mi történik a világban, ilyenkor nagyon sokan jelentkeznek. Akkor leütik a jelentkező gombot, jelentkeznek, válaszolunk nekik, elkezdünk kommunikálni, de mondjuk 10-ből 8 vagy 7 ember kibukik, hogy hát tényleg itt valami kéne csinálni, á, nekem most amúgy sérek már rá, meg fáj a fejem, meg mindig van valami ilyenkor. Tehát maga az emberek lelkesek, de amikor tényleg tegyük ezt arrébb, akkor már gondok vannak náluk, mert nincs energia, fáradt vagyok, meg ilyesmi. De amúgy megoszt Facebookon, meg megoszt a posztokat, de ez nem elég. Tehát tényleg tenni kell, és ahhoz az embereket motiválni kell, aktivizálni kell, elégségek ezeket a közösségi találkozókat, és emiatt ülünk rendszeresen aktívak, illetve adunk lehetőséget az embereknek arra, hogy tegyenek különbözőkért ilyen eseményekkel, edukációs kampányokkal. Helyes. Viszont sajnos az időnk végére érkeztünk, mert ugyan lehetne még erről beszélni, de sajnos az időnk az most véges. Viszont ha már itt végezetül, akkor elmondhatnál itt mindenkinek, hogy hogyan lehetne benneteket megtalálni. A Facebookon, közösségi média, interneten. Hát alapvetően az alapítványnak nagyon sok ilyen internetes platformja van. Kezdve ugye a Jön Alapítványnak a honlapján a jonalapítvány.hu, illetve mi üzenetetjük a hulladékvadász.hu nevű honlapot is, továbbá a személyszedés.hu nevű honlapot is, amit azért hoztunk létre, hogy az embereknek lehetőséget adjuk, vagy segítsük őket, hogy személyszedési akciókat szervezhessenek. És még egy gondolat így a végére. Január 1-én fog indulni egy nagyszabású projektünk, ami úgy lehet nevezni, hogy a Hulladékvadász 2. Ez egy olyan fajta közösség alapú takarítási oldal lesz, nevezhetjük így, hogy ott lehet majd bejelenteni, és ha nem tudja elvinni az önkormányzat a hulladékot, nincs rá pénze, mert ilyen is előfordul nagyon sok esetben, mert minden önkormányzat van egy éves költségvetése, amit rászáll 6 takarításra. Tehát nincs pénz, akkor a személyt ott marad. Ilyenkor háborúnak az emberek, stb. De mi adunk arra is lehetőséget, hogy akár a közösségi gyűjtés által eltakarítsák, de teljesen új rendszer lesz, ebben van egy ilyen blokklánc technológia is, ez abszolút ilyen transzparenssé tesz az egészet, hogy látni fogják az emberek, hogy milyen támogatás hol került, és ez követhető is lesz, teljesen megújul az új applikációink lesznek, stb. Ez annak is köszönhető, hogy megnyertük idén a Vodafone-nak a digitális díját, az applikációnk egy 3 millió forint, mi voltunk az egyetlen olyan szervezet, aki 2 milliót igényelt a pályázatba, de 3-at kapott, és ez lesz egy következő nagy durálása a mi működésünknek, és nagyon sok ember, és bárkit várunk a sorainkba, mi egy olyanfajta közösség vagyunk, akit tenni szeretne, és tesz is az eddigi élete során, ez jó visszakövethető. Tehát a jonalapítvány.hu-n lehet leginkább csatlakozni hozzánk, a csatlakozón menüpontra kattintva. Köszönöm. Én köszönöm a beszélgetést.